Hasznosítják a János Somorjai Malomudvart, új élelmiszerüzlet épül János Somorján. Extrém korán kezdődött idén az allergia szezon, sok ember életét nehezítik meg a tünetek. Nemzetközi nagydíja tudok döntőjén, a jelzőrákok vizsgálatával ért el kiemelkedő sikert a kosotos diák. Köszöntöm Önöket, a Moson Magyaróvár TV híradóját látják. Hosszú évek után hasznosítják a parlagon álló malomudvart János Somorján. Még múlt héten adták át a területet, ahol egy élelmiszerüzlet épül. A CBA üzletlánc 19. üzletét nyitja meg ezzel a térségben, amivel új munkalehetőséget is teremt a városban. A tervek szerint október közepére készül el az új élelmiszerüzlet. Ugye ez a fő homlokzati rész, ez néz gyakorlatilag az Óvári utca, a fő utca felé, ott szemben a bölcsőde látható. Lőrinc György, János Somorja polgármestere mutatja stábunknak a hamarosan épülő élelmiszerüzlet látványterveit. Megkezdték már a malomudvar megtisztítását, ugyanis október közepére egy 450 négyzetméter hasznos alapterületű szupermarket nyílik a János Somorjai hengermalom területén. A malom 1918-ban épült, az elmúlt évszázadban pedig hol állami, hol magántulajdonban volt. Több mint 100 éve 100%-os osztrák tulajdonba került, megkezdték a területen lévő épületek bontását, a malom főépületét pedig sikerült az önkormányzatnak megszereznie. A teljes terület már több mint 10 éve elhagyatottan és üresen állt, ezt vásárolta meg az élelmiszerlánc, hogy egy új üzletet építsen. Nagyjából azt lehet mondani, hogy a teljes területnek az egyharmadát, méghozzá az Óvári utca felé eső rész fogják most hasznosítani, egy CBA Prima élelmiszer áruházat fognak ide felépíteni, de a cégvezetés elmondása szerint a hátsó résszel is lesznek tervei, ami a posta épülete, illetve a vasútállomás felé esik. A munkaterületet még múlt héten adták át, ahol már meg is kezdődtek a munkálatok. A zöldmezős beruházás keretében egy Prima áruház épül, ami a cég 19. üzlete lesz a térségben. Környezetbarát kivitelezést és működtetést ígér a cég, ezért a legkorszerűbb technológiával látják majd el az épületet, többi között napelemparkot építenek, valamint csak nem 30 főnek biztosítanak munkalehetőséget. A cég széles választékot is ígér, helyi és magyar árucikkekkel kiegészülve. A vásárlók igényét figyelembe véve friss hús, hagyományos pultok is megtalálhatók lesznek az üzletben, zöldség, gyümölcs, termékválaszték, illetve ami a szupermarket általános kínálatától eltérő és egy plusz termékválaszték, az mindenképpen meg kell említeni a non-food árucikkeket, hiszen háztartási termékeket, kertészeti cikkeket is, egyéb non-food termékeket is fognak árusítani ebben az említett üzletben. Bár régóta várták a városban, hogy egy hasonló beruházás megvalósuljon, a lakók között mégsem maradott osztatlan sikert az üzlet terve. A polgármester kihangsúlyozta, egy magánbefektető beruházása valósul meg a magánterületen, amit nem az önkormányzat hívott életre. Személy szerint is tárgyaltam több ilyen élelmiszerlánccal, mert már ez régóta a lakosság igény volt, hogy itt is legyen egy valami nagyobb élelmiszer áruház. Azt kell mondjam, hogy a legtöbben, és most nem akarok itt cégneveket mondani, kapásból elutasították. Ők végeztek piackutatást, és azt mondták, hogy János Somorján nem éri meg az adott élelmiszer áruházat felépíteni. Az elkövetkezendő hónapokban tehát folyamatos munkálatokra kell számítani a malomudvar területén. A bolt bejárata a Balassi Bálint út felől lesz, így az Óvári úttal közös kereszteződésben is egy kisebb átalakításra kell készülni. János Somorja új élelmiszerüzlete október közepén nyílik majd a tervek szerint. Extrém korán kezdődött idén az allergia szezon. A márciusi enyhe tavaszias időjárás miatt több allergiát okozó növény pollenje megjelent már most a levegőben, így több mint egy hónappal korábban elstartolt az allergia szezon. Nátha, tüsszögés, szem- és orrviszketés és az ordugulás, többnyire ezen tünetek együttese az, amik az allergiára utalhatnak. A szokatlanul enyhe időjárás miatt ugyanis extrém korán kezdődött az allergia szezon. Az allergiát okozó növények, többi között a ciprusfélék és az útifűfélék pollenjeit a szél akár több száz kilométeres távolságra is eljuttatja.
Nagy mennyiségű pollenről beszélünk, ami belégzés után a nyálkahártyán megtapad, és az arra érzékenyeknél sokszor elviselhetetlen allergiás reakciókat vált ki. A túlérzékenységben szenvedők száma pedig évről évre növekszik. Globálisan úgy tudjuk, hogy a gyerekeknek ilyen 10-20%-a lehet allergiás, felnőtteknek úgy körülbelül 5-10%-a, azért ez is egy óriási szám. A 90-es években volt egy nagy kiugrás, úgy látjuk, hogy azóta stagnál, de hát évről évre nagyon sok új allergiás is van, ugye, mivel megnőtt a száma a 90-es években, most ezekből a szülőkből lesznek anyukák, apukák, és mivel nagyon erősen öröklődő jelleget mutat, hiszen genetikailag meghatározott ez a betegség, nagyon sok kisgyereket is érint, és a fiatal felnőttek nagy részét is sajnos. Az allergia szezon időintervalluma ma már egyre jobban kiszéles, hiszen már februárban kezdetét veszi, és az első fagyokig, vagyis akár egészen novemberig eltarthat. Hogy ezek a hónapok ne keserítsék meg az allergiások életét, érdemes orvoshoz fordulni. Hogyha a beteg legalább egyszer eljött allergológushoz vagy tüdőgyógyászhoz, megvan a diagnózisa, akkor megkapja a javaslatot, orsprét szoktunk írni, tablettát már csak akkor írunk, hogyha a betegnek bőrtünetei is vannak, esetleg csalánkiütés vagy nagyon viszkető ekcéma. Összességében vannak olyan kombinált orsprék, amiben benne van az antihisztamin gyógyszer, ez az allergia gyógyszer, meg benne van a szteroid, nagyon mini dózisban, tehát mellékhatással nem kell számolni, mert néha van, aki fél ettől a szótól, hogy szteroid, de nem kell, mert ez ilyen mikrogramnyi mennyiségben van, és nem okoz ilyen általános mellékhatást, és ezzel az orsprével teljesen tünetmentes lehet lenni, hát ha a beteg fújja. A gyógyszertárak is felkészültek már az allergia szezonra. Leginkább a megelőzést részesítik előnyben, de több alternatív megoldás is létezik az immunrendszer legyengülése okozta tünetek enyhítésére. Otthon már megelőzésképpen tudom javasolni azt, hogyha olyan tiszta ételeket fogyasztanak az ilyen betegek, vagyis hát mindenki, mert ez mindenkire jellemző, akkor a hisztamin felszabadulást tudják csökkenteni. Például a füstös ételek automatikusan hisztamin felszabadulással járnak, a kakaó, a kávé, azok nagyon ilyen allergizáló készítmények, és ezeket, hogyha kipróbálják a páciensek, hogyha mondjuk kihagyják egy hétig, vagy pár napig, és jobbak a tüneteik, vagy csökkennek, mint a szemfolyás, orrfolyás, bőrviszketés, akár kiütésekkel is eljuthatnak, akkor ez tud segíteni nekik, mint preventív, megelőző folyamat. Minden esetben érdemes tájékozódni a pollen koncentrációról, amely a száraz, szeles időben a legmagasabb. Ebben az időszakban az allergiában szenvedőknek javasolt, hogy tartsanak maguknál antihisztamin tartalmú készítményeket, vagy tengeri só alapú orsprét, de érdemes sűrűbben ágyneműt cserélni, vagy naponta hajat mosni. Végleges megoldást jelenthet az allergén immunterápia is, aminek segítségével elérhető a teljes tünetmentesség, és a szövődményektől is védve leszünk. A Tudományos Diákkörök 24. Kárpát-medencei konferenciájának döntőjét április 19-én és 20-án rendezték meg Kaposváron. A megméretetésen részt vett a Kossuth Lajos Gimnázium 11. évfolyamos diákja Lizicai Gergő is, aki saját szekciójában nemzetközi nagy díjat, abszolút első helyet szerzett a jelzőrákok vizsgálatáért. Színében és alakjában is nagyon hasonlít az őshonos folyami, vagy más néven nemes rákra. Egyetlen biztos megkülönböztető pont az ollóján, ez a fehér vagy némely példányokon kékes színű folt, erről könnyen felismerhető, ami azért is fontos, mert az őshonos nemes rák, ő egy védett faj, 50 ezer forintos eszmei értékű, míg ez egy inváziós faj, amit gyakorlatilag nem is szabadna visszaereszteni a vízbe. Néhány évvel ezelőtt még Lizicai Márk mutatta meg azt a jelzőrákot, amit elsőként fogtak ki a lajtából. Ez az inváziós rákfaj észak-amerikai elterjedésű. Észak-Európába, főként Skandináviába az 1960-as években telepítették be. Azonnal megtelepedett és gyors szaporodásnak indult, agresszíven terjed, ezáltal pedig kiszorítja az őshonos tízlábú rákokat. Magyarországon először 1998-ban találták meg a Gyöngyös patakban, a lajtában pedig korábban nem igazolták jelenlétét.
Amellett, hogy kiszorítja a nemes fajokat és elfoglalja élőhelyüket, a rákpest is hordozója. Ami a jelzőrákra nézve nem veszélyes, azonban az őshonos fajokat megfertőzi. Ezt a problémát vizsgálta az elmúlt években Lizicai Gergő, az invazív jelzőrák észak-nyugat-magyarországi megjelenésének és ökológiai hatásának vizsgálata címet viselő tanulmányában, amivel most a tudományos diákörök, azaz a Tudok 24. Kárpát-medencei konferenciájának döntőjében saját szekciójában nemzetközi nagydíjat, abszolút első helyet szerzett. A Tudok versennyel kezdtem, itt az elődöntő Debrecenben volt, itt sikeresen továbbjutottam, ezután követte a döntő most a hétvégén Kaposváron, illetve a hétvége előtt pénteken részt vettem a Hlavaj versenyen is, ahol első helyezést értem el ugyanezzel a kutatással. A Kossuth Gimnázium diákja az elmúlt években terepi vizsgálatokat folytatott, valamint az összegyűjtött adatokat elemezte, ezekből pedig fontos következtetéseket vont le. Az elmúlt években összesen 550 darab jelzőrákot fogott, az adatfeldolgozás pedig komoly feladatot jelentett, amiben külső mentora, dr. Vipert András biológus, valamint Lizicai Márk segítettek. A felkészülés során a szaktárgyi elméleti háttérben tudtam neki segíteni, illetve az adatelemzés során különböző ökológiai szempontokat, számszerűségeket kellett felismerni, és ezeknek a trendjeit elemezni, ezeket közösen átbeszéltük, és így tudtunk egy konklúzióra jutni a kapott eredmények tekintetében. A vizsgálat természetvédelmi haszna is kiemelkedő. A jelzőrákot megállítani nem lehet, az állományát viszont gyéríteni tudjuk, de véglegesen kiírtani nem lehet a lajtából sem, és feltételezhetően tovább fog terjedni a Duna ágrendszerében. A Tudok versenyen elért sikerrel 30 plusz felvételi pontot is nyert a gimnazista, aki tanulmányait orvosi egyetemen szeretné folytatni. Idén is csatlakozott Moson-Magyaróvár a Futókörök napja országos programhoz, amire április 27-én szombaton várják az érdeklődőket a Bágerringen. 9 órakor indul a rajt az MKC-val és a Birkás Boxing Teammel, és egészen délután 5 óráig várnak mindenkit. A cél az, hogy minél többen, minél többet fussanak vagy sétáljanak, így nem a megtett idő, hanem a kilométerek számítanak majd a nap folyamán. A 3-3 legtöbb kilométert teljesítő férfi és női futót sportszer vásárlási utalvánnyal jutalmazzák. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a seos.hu/futókörök napja oldalon lehet. A nap folyamán a tavaly elhunyt Mezei Józsefre emlékeznek. Hétvégén szervezték meg Budapesten a 39. Telekom Vivi Csitá félmaratont, ahol a Strucz Futóklub versenyzői is rajthoz álltak. Bögi Ádám, Domonkos Péter, Török István és Lajtos Ibolya indultak a versenyen. Domonkos 1.28.43, Török 1.38.01, míg Lajtos Ibolya 1.40.56-tal teljesítette a távot. Bögi Ádám új egyéni csúccsal 1.39.31-es idővel érkezett célba. A Strucz Futóklub legközelebb az Ultra Balatonon indul 9 fős csapatával. Röviden a pénteki időjárásról. Napos időre van kilátás, amit csak helyenként zavarhatnak meg kisebb gomoly felhők. Élénk, térségünkben erős lesz a szél, napközben 16 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, ezek voltak legfrissebb híreink. Most Hírháttér című műsorunk következik, aminek vendége Kosár Tibor, a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Ügyvezetője. Ezután a Forgószínpad című magazin műsort nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb pénteken 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!